A Fölszállott a páva döntőig jutó erdélyi Bekecs Néptánc Együttes adott ünnepi műsort Bonyhádon, a 42. alkalommal megszervezett Székelybálon, hiszen a vízkereszt utáni hetek a mulatság jegyében telnek. A farsang és ezzel együtt a báli szezon is vízkeresztől hanvazó szerdáig tart. 2007-ben alakult az együttes helyi kezdeményezése Nyárádszeredába, Erdélybe. A helyi Bocskai István elméleti liceum tánccsoportjaként kezdtünk, és hát a 12 év alatt hivatásos magánintézményé fejlődtünk ki. Jelenleg 5 nagy műsorunk fut, annyit tartunk repertoáron, ebből vannak néptánc, színházi felnőtt előadásaink, vannak családi előadásaink, vagy a gyerekek számára készülő táncjátékok, és akkor mindig van autentikus néptánc előadásunk. Évente 100 előadást tartunk a Kárpát-medencében, Erdélyben, Magyarországon, vagy más európai helyszíneken. Tavaly áprilisban indítottunk egy 100 helyszínes turnésorozatot a 100. trianoni emlékév kapcsán, és most a 74. helyszínnél tartunk épp Bonyhádon. Idén június 4-éig 100 helyszínt az egész Kárpát-medencében, az összes elcsatolt területen meg fogjuk látogatni. Külön figyelmet kaptak ugye a bukovinai székelyek, hiszen Bukovinában már nincs akihez elmenni, így több települést meglátogattunk, tehát akár most a mai alkalommal, de voltunk a Szerbiában élő, akár az aldunai székelyeknél is, és Erdélyben is, akár Varosrudason vagy Déva környékén látogattuk a hazánk fiait. Ez egy nyárádmenti népviselet, ugye a Székelyföldre az jellemző, hogy a férfiak székely harisnyába járnak, és akkor úgy, mint a mellény is, az posztóból készül, és hát székelyünk meg a hagyományos kalap, és a díszítés a kalapba, ez tájegységenként változik, vagy árvalányhaj, vagy fenyőág, vagy bokréta díszíti a kalapot. Bonyhádra a kolozsvári Tokos zenekarral érkezett a Néptánc Együttes, akikkel a Fölszállott a páva műsorban is együtt léptek fel. Az együttes az év során számos koncertet adott Kárpát-medence és Európa szerte. 2017-ben jelent meg saját nagylemezük, amely az első pávás produkciót és az évek alatt született összeállításaikat tartalmazza. A jelenlévőket Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is köszöntötte. Beszédében arra tért ki, hogy idén a nemzeti összetartozás évéről döntött a Magyarországgyűlés és az erős magyar közösségek éve 2020. Ez lehetőséget ad megemlékezni a 100 évvel ezelőtt történt eseményekről. Most már több mint 40. alkalommal rendezzük ezt meg, elsősorban a helyi művelődési központ, másrészt pedig a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége, természetesen összefogva Bonyhádváros önkormányzatával. Az ünnepi év megemlékezései számunkra lehetőséget teremtenek arra, hogy egyrészt megemlékezzünk a 100 évvel ezelőtt történt dolgokról, másrészt pedig az azóta létrehozott dolgokról beszéljünk, illetve sikereket is meg tudjuk említeni. És hát reméljük azt, hogy a vesztes évszázad után, a 20. század után a 21. század a magyarság számára egy nyertes évszázad lesz, úgyhogy közösen azért dolgozunk, hogy a magyar közösségek mindenütt megerősödjenek, nem csak Magyarországon, Kárpát-medencében, hanem a diaszporában is, bárhol, ahol magyarok élnek. Az ünnepi műsort követően kezdetét vette a bál. A helyi Vörös Marti Mihály Művelődési Központban élő zenére táncoltak és szórakoztak a nem csak helyi lakók. A hagyományosan február első hétvégén szervezett székely bálon közel 400-an vettek részt idén.